Üdvözlök ismét mindenkit a Hearts of Iron 4-ben. A Great War moddal játszunk továbbra is, ugye az első világháborús moddal, az Osztrák-Magyar Monarchiával konkrétan játékon belül. Németország a szövetségesünk, és amit az előző részben tettünk az az volt, hogy Boszniát fókusszal bekebeleztük, Szerbiát és Montenegrót legyőztük. Romániát elfoglaltam, mert tudtam, hogy Románia így is be fog lépni a háborúba, és így már akkor sokkal egyszerűbb, hogyha én foglalom el, ahelyett, hogy hátba szúrna. Oroszország nem sokára ki fog szállni a forradalom miatt, és kapunk tőlük néhány területet, és utána pedig Olaszország, tehát a spagetti evők fognak hozzánk nem csatlakozni, ellenünk beszállni a háborúba, és minden erőnket a nyugati frontra kell koncentrálnunk, tehát a keletiről utána tulajdonképpen el is vehetjük az erőinket. Na most, ugye ez a balkános megmozdulásom, ez három sereget számlál, vagy táplál. Ez a három sereg nem kell ide, hiszen nem fogunk támadni. Ezen a fronton nem fogunk támadni. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy vagy segítsük a németeket, ezt a 19 embert ide rendeltem, igen, tehát ezt egy kicsit azért toljuk már meg, mert ez, ettől nekünk nagyobb részre van szükségünk. Szerintem annyit fogunk tenni. Ezt a 34 embert. Megpróbáltunk áttörni, de nem hiszem, hogy nagy esélyünk lesz. Ezt a 40 embert pedig ide hozzuk. Átláthatóság kedvéért legalábbis mindenképpen oda visszük. Nem tudom, hogy hogy állunk a fejlesztéseinkkel. A doktrinákat mindenképpen húzni, illetve vannak szabad gyáraink is, a szabad gyárakat mindenképpen rá kéne állítani olyan dolgokra, amire szükségünk van. Ugye most már tudunk early fightereket gyártani, ezért ezt meg is fogjuk tenni. És úgy látom, hogy erre az equipmentre van szükségünk. Jó. Szükségünk van nyersanyagra, amit azonnal importálunk. Természetesen Németországtól, mert máshonnan kb. Nem is tudunk. Ezekkel nem foglalkozunk. Resistance. Igen, itt ellenállás van. Az elfoglalt nemzetek nem igazán szeretnek minket, de gyártjuk a rendfenntartó egységet, ilyen Military Police, tehát ilyen military, katonai rendőrség, ha a szó szerint akarjuk fordítani, és ők fognak itt majd rendet vágni. Jó? És indítsuk el az időt, hogy lássuk, hogy mi történik. Illetve a Balkánon ezzel a 19 emberrel akár meg is indíthatnánk a támadást. Csupán azért, mert itt szeretnék egy kis területet visszaszerezni, amit igazából elvettek tőlünk. Több résszel pedig nem is foglalkozunk. Jó, Doctrine Focus megcsináltuk. Hát Olaszország nem igazán szeretne beszállni velünk a háborúba, úgyhogy ezt igazából hagyjuk is. Azt mondja, hogy... Hát fejleszthetjük a repülőgépeinket, de azzal egyenlőre nem foglalkozunk. Army Express. Jó, legyen ez. Fejlesztjük a gyalogságot tulajdonképpen. Ja igen, és akkor ez a 34 ember, ez itt megpróbálhatna ide betörni, de hát szerintem kb. Nulla esély van rá. Na, de van valami talán. Bár nem hiszem. Eléggé álló háború, ami hát tulajdonképpen fedése a helyzetet, hiszen álló háború volt az első világháború. Nem tudom, megpróbálunk valamit csinálni, hogyha nagyon sok veszteségünk lesz, akkor nem erőltetjük tovább a dolgokat. Egy biztos, hogy Oroszország tütő nagy veszteséget szenvedett már, igen. Tehát Oroszország csak támad minket így a semmire. Ezt a 19 embert, ezt szerintem hagyom, hogy egyszerűen csak védjék a határt, mert semmi értelme, nem tudunk úgy se áttörni ennyi egységgel. Törökország talán nem döglik meg, hogyha az oroszok kiszállnak. Bár erre sem vennék igazából mérget. Az a helyzet, hogy itt is van kb. 150 olasz hadosztály, és így jó. Ez nem annyira, amit annyira nem jó. Na mindegy. Szerintem brutálisan fognak ugrani a veszteségeink. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek. Ja, álljam, hogy légifelőnyünk van. Van itt egyáltalán reptér? Nincs. Itt van, de... De itt van. De ez nem a miénk. Itt van? Van. Van 50 hely, ugye? Vagy van Control Click 10. Jó, akkor 50-et idején ledobnék, és akkor ez az 50. Ez így csináljam már valamit. Nem tudom, hogy lesz-e ezáltal légifölényünk. Lesz. Jó. Egyenlőre lesz legalábbis. Király. Erre majd lesz 20%-unk. Jó, tudunk-e tovább fejlődni? Nem tudunk. Ez mit tud? Ez tök mindegy, ez nekünk nem kell. Ezzel egyenlően nem foglalkozunk. Na igen, itt már valamit lehetne. Factory Output az mondjuk nem rossz. Legyen ez. Trench Warfare bónusz. Jó, azt megkaptuk. Equipment Effortra megyünk. Jó. Olaszország beszállt a háborúba. Most pedig, hogy van néhány lovasegységünk, hol van ellenállás? Hát így itt mindenhol, jó. Hát akkor ezt így az egészet beizéljük, aztán majd... Majd lesz valami, ha lesz több ilyen lovasegység, akkor azok majd tudnak csinálni valamit. Na most Olaszország nem tudom mit akar majd. Suez kéne nekünk. Vagyis hát Suez is. Szóval Gibraltárt úgyse tudjuk elfoglalni, szóval... Bitok mindegy. Meg mik a veszteségeink? Hát igen, kapásból 100 000 embert itt elvesztettünk ezekben a csatákban. A Bulgária szövetségesünk lett, hát... Nem tudom, hogy Bulgária tud egyáltalán valamit csinálni. Ha ajánl fel nekem csapatokat... Puh. United States. Igen, belépett az USA is. Oroszországban közben mi történik? Semmi. Huszonhárom. Jó. Azt elfogadjuk. Így van, ez a 23. Belgium kapitulált. Állj. Hogy? Hogy? Oké. Okay. Mindegy, Bulgária adott 23 egységet. Az nem rossz. Ezt a 23 egységet áttesszük ide. És őket elrendeljük. Elrendeljük, hova rendeljük el őket? Hol van egyáltalán az úszám egység? Na mindegy. Gyertek a francia frontra, jó? Oda. És... Nektek adunk amúgy egy új... Theatert. Jó. Kicsit lassítva az időt, itt elkezdünk támadni. Tehát Németországot partra szállt, ha jól látom. Az mondjuk elég baszó. Jó, hát ezek a bulgári egységek nem a legjobbak, azt azért valljuk be. Igen, hát ezt inkább le is állítjuk. Ez körülbelül öngyilkosságra ér fel. Bár itt mondjuk nem. Ott lehet át tudunk törni, hogyha hagyja. Meglátjuk. Ez a baj, hogy Németország hiába ment oda, kiütik őket. Ez a nagy gond. Nem tudunk áttörni időben. Mindegy. Közben... Van még légi fölényünk? Van, de itt viszont nincs. Az vagy, de nem tudok vinni gépeket, mert nincs hely a gépeknek. Na, itt most van. Nem. Bombázunk mindent. És itt nincs légifölényünk. Igen, ez igaz. Ja, Ide hiába rendelek rá 600, igen. Tehát fightereket kéne gyártani. Fightereket kéne gyártani 1000-rel. Körülbelül így. De ahogy látom, itt most megvan a fölényünk. Jó van. De miért tettem? Mindegy. Letettem megint az összes bombázót. Jó, hát itt nincs légifölényünk, de itt nem is akarok támadni amúgy. Nem is célom, hogy támadjak. Ja, igen, és... sereget fejleszteni kéne. Nem tudunk áttörni egyszerűen, az a nagy büdös helyzet. Ha az orosz frontról felszabadulnák az egységeink, akkor sokkal előrébb lennénk, de hát mire azok felszabadulnak? Ez mi? Japán hogy tud partra szállni ott? Itt elvileg nem jöhet át, nem? Tehát... Na mindegy. Egyébként irreálisan sok a briteknek az egysége. Illetve a szövetségeseknek, inkább úgy mondanám. Tehát... Ez nagyon-nagyon-nagyon sok az egységük. És... én értem, hogy ők többen vannak, meg stb. De nem, tehát hogy az, hogy a briteknek van egységük ide, de annyi, mint a retek van ide, és valószínűleg az Anyaországban is tele van tömve, plusz partra akarnak szállni mindenhol, hát... Nem mondanám 100%-ban reálisnak ilyenkor a játékot, mert ez néha egy kicsit sok. Én is úgy érzem, hogy ez néha egy kicsit már túlzás. Az a baj, hogy nagyon sokszor szövetségesek OP-k. Németország például az alapmodban, vagy az alapjátékban erős. Kifejezetten erős az alapjátékban, de csak az elején. Miután beszállnak ellen a többiek, egyszerűen megdöglik, mint egy rühes kutya. Hát, legalábbis elég sokszor ez történik. Szóval nem tudom. Kibaszott Hollandia amúgy útban van. Álljon már meg a menet. Ti csak védekezzetek. Nem kell támadni. Na, tudunk már fejleszteni militari gyárakat? Tudunk. Így né. Megállunk egy picit. És fejlesztjük továbbra is doktrinák. Azokat húzzuk kifele. Manpowerünk lesz még egyébként, de lehet egy Field Hospitalt most már be kéne újítani. Na, most már itt nem támadunk, hanem ők akarnak minden áron támadni, ahogy látom. Németország amúgy csak egy kikötő kellene oda, tehát hogy amúgy tök jó, hogy ott vagy, csak így meg fogsz tögleni. Dél-Afrika. Ja, mert Németország ezzel is szórakozik, értem. Jó, hát ez... abszolút fontos azok a gyarmatok. Nézzük, van ott valami egyáltalán? Hát körülbelül semmi. Hát egy kis króm. Meg valamennyi fa. Ez fasza. Tessék, a britek partra szálltak, Törökországnak grip. Ennyi volt Törökország grip. Csúcs. Jó, itt nem tudtok partra szállni. Hála a jó égnek a partjaimat bevédtem elég rendesen. Most úgy látom, hogy a szövetségesek támadnak egyébként, és... jó, de jó bug volt, és nem igazán... Sőt, amúgy előre törtünk, igazából azt lehet észrevenni. Fú, ez meg... És partra szálltak a japók. Na mindig. Szerintem egyébként ezekből az elitettségekből elég volt ennyi, lassacskám. Inkább gyártsunk ilyeneket. Nem gyártunk closer supportot? De nem is tudunk gyártani closer supportot. Törökország ismét hatalmas hasznunkra van. Semmi gáz. Na mi van, és most már nincs akkora régi felényünk? Ez a baj, hogy Németország jó lenne, hogyha csinálna még egy-két repteret, mert reptér nélkül nem tudom letenni a repülőgépeimet, szóval így... Na, hát ott eledobott 30-valány hadosztályt. Nagy-Britannia. Van-e még ellenállás? Nincs. Ez esetben nem gyártunk több Military Police sem szerintem. Na jó, de még azt befejezzük a harmadiknak a gyártását, aztán kész. Illetve nem tudom, hogy állunk a gyárak építésével, de valószínűleg haladunk, meg kezdenek feltöltődni a helyek. Jó van, halad az. Támadjatok csak. Na hát 3 millió fölé ugrott Németország. Az a baj, hogy amíg nem véreztetjük ki őket úgymond, hogy rengeteg ember veszteségük legyen, addig nem fogunk tudni semmit csinálni. Ez a nagy büdös helyzet. Jó, csinálunk filtert, de ez mi? Ez mi? Hát hogy? hát nekem kell figyelni mindenre. Hogy tudnak bejutni? Tehát itt ugyebár nem tud átjönni. Ember fel nem tudja fogni. Ja, jó, hát akkor rip. Nem támadunk. Mi csak így itt megfigyelünk, jó? Srácok. Tehát Törökország körülbelül ennyit ér. Láthatjátok egyébként, tehát ez a játék, ha játszatok... Mi? Támadunk. Elvitte az embereit. Irány Párizs, gyerekek. Szerencse egyébként a játékban, hogy... amilyen buta az te szövetségesednek az alja, annyira buta az ellenséged alja is. Tehát ez katasztrofálisan buta. Itt be fognak minket keríteni. Nincs valami fölösleges seregünk, amit oda tudunk rendelni, nem mi? Hát ha esetleg a partot nem hagyjuk itt. Vagy ezt a frontot, nem tudom, hogy itt védi egyáltalán. Németország ezt itt védi, ugye? Ez a 30 fős. Nem, ezt a 19 főset elhozzuk. Mindegy, jó, oké. Ti mentek ebbe. Most, állj! Importálni kéne. Gumi, jó. És researcholni kéne. Kérdés, hogy ezeket el tudjuk-e hozni. Szerintem el. Mire van még szükségünk? Importáljunk. Olaszországig be tudunk menni körülbelül. Oh, lag volt. Azt hittem, hogy már valaki kapitulált vagy valami. Military Police, te pedig menj oda. Jó, mi újság itt a törököknél? Semmi. Látom, hogy megállt igazából minden támadás. Illetve nektek a frontotokat egy kicsit húzzuk már akkor kintebb, hogy védjétek teljes határt. Jó. És akkor ezzel kéne foglalkozni. Nyugat. Jó. Ennek a 21 egységnek annyi lenne a feladat, hogy támadja meg Párizst. És nem több, nem kevesebb. Légifölény nincs. Jó, állj. Fogtunk-e meg repteret? Fogtunk meg repteret. De nem lehet rákattintani, mert szar az egész. Nem tudok rákattintani a reptérre. Na, erre rá tudok, jó. A 400 fightert azonnal beküldjük ide. Miért nem? Kapunk még mindig légifölényt. Miért nincs még mindig légifölényünk? Ez érdekes. Ide tudunk még ledobni? Jó. Nem. Játék. Engedj már letenni valahol a fightereket. Tehát ez nem ér el odáig, az a baj. Itt meg nincs totális légifölény, már pedig én totális légifölényt szeretnék. Jó, hát akkor... Érdekel is engem? Jöttök ti is ide. Nekünk több gépünk van, tehát nem értem, hogy miért nincs még mindig légifölény, na mindegy. Remélem itt nem törnek át, azért mert elvittem az egységeket. Bár elvileg nem kéne. Meghalt Ferenc József. Na és kivette át a izét. Ja, Károly. Ha azt ott el tudnánk amúgy vágni. Akkor kb. Nyertük inkább. Elvágtuk. Jó, állj. Mik ezek a fontok, de ez a 40 divízió menjen körbe. Nem állj. Hát ez a 40 körbe megy. Ez a 34. Ide jön. Ez a 24. Itt marad. Ez a 17. Ez a 17 így megy, és... doktrinák. És... most csináljuk. Elesett Párizs. Jó. Egyéb fontos dolog nincs, amiről tudnom kell, ahogy én látom. Természetesen közben research-olunk. És természetesen... minden divízió nektek van. Természetesen minden divízió kap egy Field Hospitalt. Ugyanis... azt a brutális vesztességet nem igazán kéne elszenvednünk továbbiakban. Jó. Ja, amúgy közben a 17 egység akár beismertne oda. De megint egy csomó másra jön van. Szóval nem igazán értem. Jó, úgy látom, az oda besétáltunk. Jó, hát ott bekerítettünk valami eszméletlen nagy mennyiségű hadsereget. Szerintem Japán valami 106 osztályjal van ott, de nem sokáig. Ez vicces lesz. Na mekkora veszteséget szenvedtek el? Hát vagy akkor hát nem. Na irány Brest. Ja, egyébként addig ezt a 46 osztályt készítjük ide. Így kb. Azonnal támadunk. Jó? Kész. Szerintem a Brest is még... nem. Megyünk Bordóba. Különös, hogy Oroszország még mindig nem ugrott ki háborúból. Az is különös, hogy Franciaország nem kapitulált még mindig. Na, jó. Ez a 17 egység szerintem keriszonoljon. Így van, mert már jönnek is a japók. Háj! Ez a nyugati 21 egység még szintén jöjjön geriszonolni. Különbség csak annyi, hogy ti ezt is véditek. És akkor ez a 39 egység megindul erre, ez a 34 egység pedig szintén megindul erre. És mivel ide nincsenek egységeink, akik tudnának támadni, ott nem tudom mi lesz. Ezeket itt meg kell hagynom mindenképp. Ezeket talán nem. Ti mit tudtok? Ti egész jó egységek vagytok. Mi lenne, ha ti kapnátok valami új kommandárt? Igen, tök jól néz ki. Abszolút első világháborús portré. Jó. Ti akkor légy szíves, menjetek nyugatra, ti pedig szintén védelemhez tartoztok. És ti pedig erre fogtok támadni. Jó. Körülbelül így. És akkor nyersanyagot fogunk importálni ismételten. És miből lesz hiányunk? Így. Van rám amúgy új védelem rendesen az oroszoknál. Ezt meg kell hagyni. Határozottan el vannak. Még több fa kellene, nagy uram. Ti mehettek oda. Na mi van, nem geriszonoltak? Nagyszerű. Kár, hogy Németország kapott kb. Mindent, de... ilyen ez a háború. Egyébként eljöttem, Spanyolország is be tud lépni. Szerbia javítja a kapcsolatait Spanyolországgal, jó. Nem tudom, hogyha Spanyolország például belépne, akkor mennyire szopnánk be, valószínűleg elég keményen. Úgyhogy... ezt nem szeretném semmiképpen. Miből van hiány? Closer support. Ezt nekem ne is mutasd, mert nem fogják még closer supportot. Soft attack, hard attack, soft attackra megyünk. És akkor nyugaton meg elindítjuk ezt a támadást is. Ez itt most mi? Ügyesek vagytok ti britek, mindig is tudtam rólatok. De hogy kikötő nélküli helyre partra szállni, ahhoz azért kell egy bizonyos rész. Na mindegy. Ferezzük a századainkat. Az ilyen kisegítő századainkat. Hát úgy látom, az olasz front az... az körülbelül tényleg úgy néz ki, mint a valóságban volt. Nem baj. Törökország, Németország segít, hát igazából Németország megveri az oroszokat. Itt meg a front igazából változatlan. Tank, hát én tankokat nem fogok gyártani, vagy nem tudom, hogy kellenek egyáltalán nekem tankok. Majd megnézem, hogy ez a research-ok hogy áll a tankok terén. Aztán még az is lehet egyébként, hogy mégiscsak gyártunk. Nem tudom, hogy állunk ezzel a háborúval, ki mennyit eszhet. Hát én határozottan jól állok. Törökország mindjárt kapitulál. Jó. Én 12%-ot vettem ki elvileg a háborúból. Hát azért ezt így megkérdőjeleztém. Tehát... igen. Na, tankok. Nem tudom, hogy állunk. Ezt már tudjuk research-olni. Jó, hát akkor csináljunk valami tankot. Te menj a nyugati frontra. Van-e légifölényünk? Nincs. Hol vannak a gépeink? Itt elfér 400. Mi az? Mi van ide? Miért nem tudunk repülőket hozni? Nem igazán értem. Na jó. Először csináljuk meg azt a repteret oda. Kezdjük ezzel. Hát ez kezd vicc lenni néha. Hát ezeket viszont nem tudjuk hova elhozni. Na tessék, így már elég durván légifölényünk van szerintem. Talán még át is fogunk tudni törni valahol, de én igazából nem fűzök hozzá nagy reményeket. A játékban rohadt nehéz áttörni valamilyen fogva. Battleship Dreadnought 2, jó. Igen, ez a repülőtér bővítés, ez lehet, hogy hasznos funkció lenne most. Perzsia. Hát Törökország, te jó sok mindent csinálsz. Az olyanket úgy szarrá vernek itt, mint egy rühes kutyát körülbelül. Törökország mi lenne úgy, hogyha nem Oroszországhoz rendelnéd az összes seregdet, hanem mondjuk ide tennél egy párat. Yeah. Ebben már csak 9 maradt, jó, hát köszönjük szépen. Törökország úgy kapitulál majd, mint a szar, ezt előre látom. Egyébként mindig is retardált volt a török emmi. Ezzel nem lehet mit csinálni. Az meg megint vicces, hogy Oroszország még mindig nem csinált semmit. Bár jól tudom, 17 októberében történik a forradalom, de lehet, hogy amúgy tévedek, fogalmam sincs. Az első világháború évszámaival nem vagyok tisztában, nem tudom, valamikor a tél, vagy ősz folyamán, valahol ott, ilyen október, november, december, valami ilyesmi környékén történik, abban biztos vagyok. És vagy 16, vagy 17, hát na majd kiderül. Plusz ugye erre is, hogy reagál a játék, erre kíváncsi leszek. De hogyha jól, akkor ezt a 30 egységet fel tudom innen szabadítani, és idehozni, és védeni. Csak hát, na, meg ugye valószínűleg akkor itt nem fogunk harcolni alapból. Na mindegy, majd ez kiderül. Törökország ezt így megeszi. Mármint a németek, nem a törökök, a németek. Érdekes. Hát ez a nagy bűnös helyzet, itt semmit nem haladunk előre. Csak nyomjuk elfele az embereinket feleslegesen. Fú, úgy szarrá verik a britek a törököket, viszont hogy ez valami elképesztő. Ez a helyzet, itt nem is tudunk mit csinálni. Hát tulajdonképpen szerintem, hogy ha a briteket kiütjük, akkor kiszállnak. Vagy akkor vége. Ups! Szép! Ja. Ez gyönyörű volt, srácok. Tehát azért kapitulált, mert egy fasz az összes seregét elviszi, nem védi a határait. Fú, de fel tud baszni az ilyen. Egyszerűen csak és kizárólag azért kapitulál, mert hülye. Tehát hülye a játék, hogyha oda vinné őket ahova kell, akkor nem kapitulálna. De nem, mert retardált. Ennyit arról, hogy a seregemet felszabadítom, aztán segítek neki. Most egy csomó német egység ott fog rekedni, meg egy csomó osztrák, magyar. Mert tehát ez gyerekek? Hát Oroszországból továbbra se történik semmi. Nem igazán vágom, hogy itt most... Hát szóval nem tudom. Jó, hát időközben megpróbálok valami mással ügyködni. Próbálok partra szállni Olaszországban, ugyanis a front az egy pikasznyi sem fog előre mozdulni, illetve már nem tudok importálni. Hát az egyetlen szövetségi sem, Németország sem tud már több nyersanyagot adni nekem sajnos, ami eléggé sajnálatos. Na, de megnézzük, hogy ezek a szerencsétlenek átjutnak-e. Na. Na, mi lesz? Hopp, valami történik. Ami egészen nagy dolog történhet. Ugye is szétfejött az egész. Na. Erre kíváncsi leszek. Na végre. Állj. Szovjet Russia. Jó van, fiúk, akkor most elindulunk erre. De egy seftibe. Ti pedig mi a... Miért nem mennek át? Mert nincs izé? Ja, aha. Lassítsunk egy picikét. Szovjet Russia, titeket nem bántunk, fiúk, ne aggódjatok. Na? Megint óriási lag van. Valószínűleg megint történt valami... Nem? Szétverték. Ennyi volt a flottám, elsőjött az egész. És az 10 ember sírt. Tehát viszont itt megyünk előre fel, ahogy látom, bár ez... Azt nincs sem ér. Na mindegy, Panzerforce. Nem tudom ezekkel, hogy állunk, ezt már tudjuk. Hát nem hevizünk, csináljuk light tankokat. Tudunk-e már jobb repülőket? Ja, tudunk. Hát ez a 10 ember nem igazán ment át, ahogy látom, gondolom mind megdöglött, ugye? Jep. Na mindegy. Szovjet Russia. Hogy áll Oroszország? Hát, hogy nagyon messze áll kapitulációtól. Most a Szovjetunió az így milyen szerepet tölt be? Amúgy semmit? Tehát ugye ők így vannak, ugye? Jó, megvárjuk még, amíg a Szovjetunióval tudunk valamit kezdeni. Mármint Oroszországgal. Aztán szerintem itt be is fejezzük ezt az epizódot. Mert nem igazán van értelme folytatni. Ó, és láss csodát, időközben kezdünk itt áttörni. Meglepő fordulat egyébként. Szerintem nem ti, hanem valamelyik őtök biztos a védelembe tartozik. Ez a 24 ember. Szerintem most már veletek is támadunk. Ugyanis minden áron be kell oda törnünk, és ki kell takarítani az olaszokat ebbe a régióból. Ugyanis semmiféleképpen nem fogunk tudni előrébb haladni. Csak is így. Csak és kizárólag így. Na, úgy tűnik, hogy Olaszország is kezd egy kicsit szétbomlani, itt eléggé betörtünk, bekerítettünk egy csomó egységet, akiket valamilyen oknál fogva egyelőre még nem tudunk megölni. Legalábbis azokat ott, hogy semmiképpen sem. Haladunk Róma felé, itt is bekerítettünk egy csomó egységet, csak az baj, itt is, meg itt is van kikötő, és el tudja őket vinni, de ez most nekünk mindegy. Közben Törökország itt kezd életre kelni. Illetve haladunk, hát Sztálingrád, Czaric fele, nem tudom, hogy kell kiejteni, tényleg nem tudom. És megpróbálunk oda betörni. A Szovjetunió, vagy Oroszország még mindig kurva messze van a kapitulációtól. De minél jobban gyengítjük, annál jobb. Nem tudom egyébként, hogy lehet ekkora National Unity egy olyan ország, 83%, miközben polgárháború van, tehát egy... nem tudom. Minket miért szeret ennyire a Szovjetunió egyébként? Non-aggression, improved relations... Ja, értem. És mi miért szeretjük? A non-aggression pact miatt, semmi más miatt, rendben. Egyébként a háború mellett most már még mindig nem. Nem mi felénk dől a... Az igen, az mondjuk érdekes. Hát szerintem itt eltakarítottunk annyi hadosztályt most, hogy elég szép veszteségeket okoztunk. Tehát 5 milliónál jár Oroszország. Szép. Olasz? Még csak 600 000, United States 500 000. Hát még azt nem érzik meg az amerikaiak, de... Próbálkozunk. Ha ezek az egységek itt felszabadulnak, akkor azért ez elég nagy előnyt fog adni nekünk. Oroszország elég keményen kitart egyébként. Extra resource-ot azt most hagyjuk, kellenek az emberek. Úgyhogy ezt fejlesztjük. Meg jó, hogy ezt tartalékoltam. Pff, ezt a mindenit. Importálnunk kell továbbra is. Ezeket innen nem tudjuk kiütni, ez egészen biztos. Viszont ezeket tudja, hogy ki tudjuk. Vagy nem látjuk, hogy mennyi hadosztály van ott a miénktől. Mindegy, sok. Azokat is onnan el kéne tüntetni. Aztán irány Róma. Látszok, oda menjünk, azt kész. Semmi egyebet nem kell csinálnatok. Még a németek például be is sétálhatnának meg így konkrétan. Na, csinálják is. És elesik Róma. És Oroszország kapitulált. Király. Jó, itt még takarítsuk ki, amit tudunk. Most következik a nagy takarítás. Jó, ezzel lett manpowerünk. De kell még. Ez a Division Training Time-ot fogjuk csökkenteni. Ezeket a területeket innen még meg kéne szerezni. Az olasz flotta egyébként, ami kurva nagy, jelenleg nem csinál semmit. Ez határozottan jó, nekünk innen is eltűntek az olasz katonák. Úgyhogy itt is tudunk előrefele haladni. Király. Na, most kéne azt csinálni, hogy ez a 22 egység fejezze be itt a harcokat. És ezt így védjék, ahogy van. Természetesen miután befejezték ott a harcot. Ez a 10 akárhány egység, ez 24. Szintén védje a partokat. És ez a 14 egység szintén kap bónuszt. És valahogy így rendezzük el a csapatokat. Na itt hogy állunk? Sehogy. Még nem tudtuk bevenni a fővárost. Előbb-utóbb befújjuk, tehát ez nem marad úgy. Jó, és akkor ez a 2 front. Kezdjen el támadni. Semmi más nem tehetünk, mint hogy ezt így... Köszönjük szépen. Partoszálltatok, mennyit akarsz adni? Nem kell Törökország, inkább csinálj már valamit a saját egységeidől, ahelyett, hogy nekem adod. Mondjuk sétálj már be a zsír tök üres tartományokra. Hát ez... Hogy állnának már nyerésre a... Na mindegy. Legyünk az, hogy stabilizáljuk a helyzetet. Oh. Na majd azzal kezdünk valamit. És ha megvan Oroszország és ezt a részt nagyjából stabilnak tekinthetjük, akkor megyünk Anglia ellen. És szerintem, hogyha Angliát kiütjük, akkor valószínűleg vége a háborúnak, de lehet, hogy kell hozzá a British Energy is, és a többiek kiszállnak. Az a baj, hogy az USA-val nem tudom. Nem tudom, még ez a gondok lesznek. Mindegy. Ennyi volt ez az epizód, ha tetszett nektek, akkor légy szíves, dobjatok rá egy lájkot, köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte, és akkor a következőben találkozunk. Na, sziasztok!